A riport érdekes eseményről szóló emberközpontú műfaj, amely a helyszínen vagy helyszíni tapasztalatok alapján az illetékesek megszólaltatásával készülő televíziós tudósítás. Készítője a riporter. Európai Nemzetek Szövetségi Oszerénisnek benne fog maradni. Európai Nemzetek Szövetségi Gyurcsány Ferenc még egy mikrofonnal sem tud elbánni, de ez nem igazán érdekli, hiszen ő fejben már a 2022-es választást követő kormányt rakja össze. Egy interjúban pedig beismerte a nyilvánvalót is, miszerint a DK miniszterelnök jelöltje az előválasztáson Dobrev Klára lesz. Gyurcsány már most a győzelemről fantáziál. Európai Év. Oszerévisnek benne nem fog maradni. Európai Nemzetek Szövetségi Nemzetek. Hogy a DK-sok pontosan hogyan képzelik el a 2022-es ellenzéki választási győzelmet, és hogy miért pont Dobrev Klárát tartják a legjobb miniszterelnök jelöltnek, ezt magától a párt egyik képviselőjétől kérdeztem meg. Én visszaadom a szót elnök úrnak, és köszönöm, hogy meghallgatta. Köszönjük szépen. A Költségvetési Bizottság tevékenységével kapcsolatosan, ha van kérdésük, akkor örömmel állunk rendelkezésre. Tessék, parancsoljon. Bohár Dániel vagyok a Pesti Télétől, és nekem egy kicsit másban lenne kérdésem. Azt szeretném öntől kérdezni. Tegyük meg azt a lehetőséget, ahogy szoktuk, jó, hogy ebben a formában... Többieket várjuk meg, hogy... Jó? Hogyha van a témával az... Jó? Én meg... Megvárjuk nyugodtan a több. Kérdeztek? Persze ez csak vicc volt, hiszen egyetlen másik riporter sem volt ott a sajtótájékoztatón. Én pedig azért akartam gyorsan megragadni a kérdezési lehetőséget, hiszen múlt héten Varjú László és az ellenzéki képviselők csúnyán leléptek a saját sajtótájékoztatójukról úgy, hogy nem lehetett kérdezni. A kérdésekre nem kerül egy sor, ezért köszönjük szépen a türelmüket, legközelebb is visszavárjuk Önöket. Viszontlátásra! Ez az a sajtószabadság, amiről folyamatosan papolnak? Illetve köszönjük, miért menekültek el? Miért nem lehet kérdezni? Gratulálok! Varjú László ebből a helyzetből már nem tudott elmenekülni. Interjút kellett adnia a riporternek. Azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció számáról, vagy oldaláról egyértelmű a szándék. Mi részt veszünk egy olyan ellenzéki együttműködésben, amely az Orbán rendszer leváltására készül. Ennek pedig útja az, hogy ezek a pártok együttműködnek, közös jelölteket állítanak, választókerületben is, a miniszterelnök szintjén is, és ennek megfelelően csináljuk ezt. Hogy értékeli ugye, szövetségesük az MSZP-s politikusnak, Legény Zsoltnak a cigi csempészési ügyét, ugye diplomata útlevéllel Ukrajnából akart, hát majdnem egy köbméternyi cigarettát behozni Magyarországra? Szerintem mindenki megdöbbent a helyzeten, de én azt gondolom, hogy ez olyan kategória, amiben a hatóságok el fognak járni, és annak megfelelően döntenek majd. Hány ilyen cigi csempész lehet még az MSZP-s sorraiban? Hát ezt ön tudja, hát kérdezze meg, vagy járjon utána. Varjú úr, meg tudom ígérni. Nem csak én, hanem az egész Pesti TV és a Pesti Srácok is rajta lesz. Ahogyan Veres elnök úr említette tegnap a országgyűlésben, azonnali kérdést intéztem a földművelésügyi miniszterhez. A címe mondjuk úgy, hogy kicsit találó volt, Hol a dohány címmel, hiszen a dohánytermesztőknek, a dohánytermelőknek, akik nagyon sokan vannak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, már el kellett volna, hogy ültessék a palántákat, és már a dohánytermesztés folyamatát el kellett volna, hogy indítsák. Mondjuk úgy, hogy kicsit találó, hogy Legény Zsolt Hol a dohány címmel tartott beszédet a parlamentben 5 évvel ezelőtt. Miközben a dohány mindvégig az autójának a csomagtartójában volt. A bemutatott sajtótájékoztató és parlamenti felszólalás is jól mutatja, hogy Legény Zsolt nagyon szívén viselte a szabolcsi dohánytermelők sorsát. Olyannyira, hogy ő maga azzal bukott le, hogy Ukrajnából akart cigarettát csempészni Magyarországra. Mindezt diplomata útlevéllel.
Az ukrán határőr azért figyelt fel a politikusra, mert akkreditáció nélkül érkezett, és ugyan diplomata útlevele volt, de az autójának nem volt diplomata rendszáma. Az MSZP-s politikus, amikor rájött, hogy bukta a csempészutat, diplomáciai védettségre hivatkozva el akarta érni, hogy ne vizsgálják át az autóját. Erre végül akkor került sor, amikor a helyszínre hívták a magyar konzulátus képviselőit. Legény autójának csomagtartója dugig volt cigivel. Az esetet követően a szocialista politikus azzal az eredeti szöveggel védekezett, hogy idézem, amikor kinyitottam az autót, én voltam a legjobban ledöbbenve. Tele volt cigarettával. Az a cigaretta nem az enyém, nem én vásároltam. Nem tudom, hogy hogy került bele az autóba. Hol a dohány? Én viszont rágyújtok, és nem szeretném, hogy van. És a cigarettát azt esetleg a legény Zsoltól? Nem, köszönöm szépen, aranyosak mit vagytok, gondol kedvesek az vagy. MSZP erről semmit nem gondolok. Azt gondolom, hogy nem nyilatkozok természetesen. És említette, hogy ügyintézik egyből. Dohányozni fog. Nem fog dohányozni. Csak előbb említette. Esetleg legény semmi, Zsolt semmi azt a cigarettát? Az MSZP Villányi úti székházánál egyébként valamiféle válságtanács ülhetett éppen össze, amikor ott jártunk, hiszen jelen volt Tóth Bertalan, a párt elnöke, de még Németh Péter is, aki korábban a természetesen független Objektív Népszavának volt a főszerkesztője. Most az MSZP politikusainak segíti a munkáját láthatóan. Nyakó Istvántól nem sikerült megtudnunk, hogy honnan szerzik a fővárosi szocika cigarettát. Ugyanez a kérdés felmerült a párt legnagyobb szövetségesénél, a Párbeszédnél is. A Párbeszédnek is jutott az ukrán csempész cigiből? Az nevetséges. Ennyire kétségbe esett a Fidesz tényleg? Nem, én csak kérdezem. Én meg azt kérdezem, hogy a Fidesz ennyire kétségbe esett. Azt nem tudom, hogy a Fidesz mennyire kétségbe esett. Hát a Fidesz mennyire ennyire kétségbe esett, hogyha Menczer Tamás ennyire kétségbe esett. Én csak azt látom, hogy a Fidesznek nagyon rosszul áll a szénája. És képviselő diplomata útlevéllel cigit csempész Ukrajnával. Hát ez nagyon helytelen, de ez a Fidesz kétségbe esését mutatja, hogy ezt próbálják széteríteni ezt a Pityaner ügyet az egész ellenzékre. Ez Pityaner ügy, szerint, hogy valaki egy köbméter cigarettát csempész Ukrajnából Magyarországra a diplomata útlevéllel? A cigi csempészés az nem a nagy stílű bűncselekmények közé tartozik. Az már nem az én hibám, hogy az MSZP-sek Pityaner bűncselekményeket hajtanak végre. Ha már cigaretta, és úgyis szóba került Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke elég erősen rabja a dohánytermékeknek. Azt ugye tudjuk jól, hogy Gyurcsány Ferenc elég nagy dohányos, esetleg ő is vásárolt az ukrán küldeményből. Ne vicceljen már baromságokkal. Ugyan Magyarországon vásárolja a dohánytermékeket? Hát ezt tőle kérdezzem meg, fogalmas, hogy hol vásárolja a dohánytermékeket, őszintén szó. Az LMP frakció vezetője szerint ez az ügy megmutatta, hogy komoly belső vizsgálatokra van szüksége az ellenzéki pártoknak, ha valóban együtt szeretnének dolgozni a jövőben. Az lehetséges, hogy az ellenzéki pártokon belül mondjuk lesznek olyan vizsgálatok, hogy kiderítsék, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen hát biztonsági kockázatot jelentenek még a pártra nézve? Én azt gondolom, hogy ez függetlenül most választási felkészüléstől, hogyha bármilyen módon is együtt gondolkodnak ellenzéki pártok, akár a parlamenti munkába, akár bármilyen módon a politika munka szervezésébe, azt világosan ki kell mondani, hogy a korrupciónak, a lopásnak nincsen színe. Én úgy gondolom, hogy azontól, hogy elkövette élete hibáját, nem csak a saját pártját és saját magát járatta le, hanem az egész magyar közéletet. Ugyanis egy olyan rendkívül konfliktusos helyzetben sikerült ugye cigarettát csempésznie a magyar-ukrán határon keresztül, amikor nemhogy egy ilyen esetnek nem szabadott volna megvalósulnia, de tulajdonképpen őnek is sem lett volna, hogy semmi keresni valója, diplomata útlevéllel a kezében. Az MSZP-s cigi csempész ügye még Kocsis Mátét is megdöbbentette. A Fidesz frakció vezetője a riporternek arról beszélt, hogy sok mindent kinéz a baloldalból, de ez a Pityaner-ség már neki is meglepő. Az, hogy valaki arra vetemedjen, sietve hozzáteszem, hogy az MSZP etikai bizottságának az elnökeként, hogy cigarettát csempészen a szomszédos országból, miközben 4 évvel ezelőtt a parlamentben éppen azért szólalt föl, hol a dohány címmel egy azonnali kérdésében, hogy a kormány és az állam minél inkább támogassa a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei dohánytermesztőket. Tehát ez a fajta kétszínűség és ez a Pityaner cigi csempész tempó, ez azért alulmúlja még az ő történelmi módjukhoz mért cselekményeket is, tehát nem mondom, hogy természetes. A cigi csempészést
mint kifejezést, az körülbelül a kilométer óra visszatekeréshez tudom hasonlítani. Bár a bűncselekmény súlya nem elhanyagolható, a tétele sem kicsi, mert is csak 11 ezer doboz cigarettáról beszélünk, de azért a mi fejünkben, mi magyarok fejében azért az ukrán határ menti cigi csempészés azért inkább a bűnözői hajlomnak és a pitlákságnak a keverékeként van jelen. Rohadt szemét zsidó befektető. A TV2 Tények hétfőn hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt, amelyen Baranyi Krisztina egy vállalkozót így ír körbe. Így van, tehát akkor most döntsük el, nem hagyjuk el a telket, nincs belőle semennyi bevételünk, viszont a rohadt szemét zsidó befektető az nem építhet 1200 négyzetméteren többet. A konfliktust egy üres telek robbantotta ki, amely az önkormányzat tulajdona. A rendkívüli jogrendet kihasználva, egyedül dönthet, el akarta adni a területet Baranyi Krisztina. Gyorsan akadt is vevő, de politikai szövetségesei nem mentek bele az üzletbe. Ez nem érdekelte a polgármestert, hiszen a mostani különleges jogosítványokat kihasználva egymaga döntött a telek értékesítéséről. Amikor ezt megtudták a képviselőtársai, akkor balhét csaptak. Ekkor hangzott el a vállalhatatlan mondat. A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után az első utunk a Ferencvárosi Városházára vezetett. Operatőr kollégámmal a portáig jutottunk. Ezt követően próbáltam telefonon is elérni a polgármestert, esélytelenül. Baranyi Krisztina elrejtőzött az újságírói kérdések elől. Néhány nappal később megtudtam, hogy a polgármester a Páva utcai zsinagógában gyújt gyertyát Hanuka alkalmából. Baranyi Krisztinát itt vontam kérdőre. Jó estét, polgármester, azt mondja, nem érzi abszurdnak egy kicsit, hogy Hanuka üdvözletre gyertyát gyújtani jött egy zsinagógába? Dehogyis, sőt, a helyén valónak érzem, hiszen azért hívtak meg, tudja, mert én nem zsidóztam, hanem azokat azt, vittem. Azt, hogy rohadt szemét zsidó, az minek számít akkor ön szerint? Drága. Önök mikor a kedvenc tévéim. Akkor kérek bocsánatot, amikor nem védem meg a zsidókat olyan emberektől, és olyan szóhasználattól, olyan szófordulatoktól, olyan érvkészletről, amit egyébként ellenük használ. Annak kell bocsánatot kérni, aki akkor egy olyan médiában pontosabban dolgozik, aki újságírónak mondja magát, és közben egy ócska propagandista. De ő meg polgármesterön közszereplő, ne haragudjon. Hát éppen ezért kéne válaszolni. Megteszik, hogy beengednek, ahova jön. Természetesen. Jó lenne azért, jó? Kicsoda, biztonsági őr, vagy kicsoda? Kifele jövet, majd akkor újra lesz. Bocsánatot fejében, ők hívtak meg. Van, és ne személyes legyen, mert nem is szoktunk zsidózni, nem is szokunk. Szóval a zsidózásnak van olyan kontextus, amely elfogadható önnek? Boldog Hanukát, legyen végre fény az önök fejében legalább. Baranyi Krisztina beszél Szenny médiáról, miközben a hozzá hűbb balliberális sajtó, köztük is leginkább a 444, minden erejével azon dolgozik, hogy kimossa a polgármester zsidózását. Na, ők aztán tényleg független objektívek. Térjünk is inkább vissza a telek mutyihoz. A terület, amiről szó van, az itt húzódik a Vágóhíd utcában. Baranyi Krisztina azért akarta gyorsan elpasszolni, mert egy év alatt sikerült mínuszba vinni a kerületi kasszát. Mínusz 2 milliárd forint működési hiány van jelen pillanatban a költségvetés 2021-es tervezetében, amit nagyon nem értünk, hiszen plusz 9 milliárd forinttal kapta meg, tehát hogy hol a pénz. Ezt nem tudjuk, nem látunk erre rá, tájékoztatást erre vonatkozóan nem kaptunk. Gondolom, hogy itt akkor sajnos, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt eltűntek, vagy annyira elfogyott a pénz, nem tudjuk, hogy hova, hogy kell most pótolni és bevételeket generálni. Baranyi korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy BLM szobrot akart állítani Ferencvárosban. Ez az ötlete most új fényben látszik, hiszen kicsit abszurd, hogy egy zsidózó polgármester a rasszizmus ellen a Black Lives Matter mozgalomnak akar emléket állítani. Baranyi Krisztina egy év alatt nem csak a kerület pénzét herdálta el, hanem szétrombolta az ellenzéki összefogást is, amely eddig támogatta. Nem véletlen az sem, hogy a hangfelvétel nyilvánosságra került, hiszen azt biztosan egy baloldali képviselő juttatta el a sajtónak. Az elmúlt egy évünk nem szólt másról, mint a folyamatos vitákról, viszályokról, egymásnak feszülésekről, lásd a testületi üléseket,
ahol ugye ő már szinte a komplett képviselőtestületet oldaltól függetlenül vérig sértette. Tehát itt volt már a nácizástól, a hülyézéstől, a pártpaktumozástól, a tolvajozástól, tehát mindenkit vérig sértett. A Baranyi Krisztina iránti ellenszenvet az is tökéletesen mutatja, hogy a baloldali új pólus mozgalom, amely korábban támogatta, azonnal elhatárolódott a polgármestertől. Sőt, a közös nyilatkozatot még a jobbikos képviselő is aláírta. Jancsó Andreát, a Momentum helyi politikusát telefonon értük el, de nem akar többet mondani, mint ami a közleményben is benne van. Ugyanakkor a ferencvárosi MSZP nem írta alá a közös nyilatkozatot. Nagyon egyszerű a helyzet. Mi ezen a megbeszélésen, akkor, amikor ez a ominózus kijelentés elhangzott, nem vettünk részt. Nehezen tudjuk megítélni, hogy valójában ott pontosan mi is történt, milyen szöveg környezetben hangzott el ez a mondat. És egyébként a rohadt szemét zsidónak van olyan szövegkörnyezete, amely elfogadható ön szerint? Hát maga is tudja, hogy nincs ilyen. Baranyi Krisztinának, a BLM mozgalom lelkes támogatójának nem ez a zsidózás az első kirohanása. A riporter birtokába jutott egy olyan jegyzőkönyv, amelyen Baranyi Krisztina a kerület roma nemzetiségi önkormányzat elnökét burkoltan lebűnözőzi, mert Tar József korábban szerződéses viszonyban állt a városházával, és a baloldali polgármester szerint túlárazott munkát végzett. Az érintett így reagált Baranyi Krisztina gyanúsítására. Szeretnék a rágalmakra reagálni, amit a polgármester asszony mondott. Nagyon kellemetlen, hogy ilyen hazugságokat állít. Szeretném látni a szerződést, a két darab szekrényről, amit mondott. Ha már a személyeskedésbe megyünk, én is belemennék. Ön is és én is, mint félig cigány származásúak, vannak közös ismerőseink. Nem fogok a személyeskedésekbe részt venni. Még úgy sem, ha tudok bizonyos dolgokat. Ettől eltekintek, nem ez az ember vagyok. Szeretném, ha ezt a fajta ellenszenvét, amit velem és a roma nemzetiségi önkormányzattal ápol, azt félre tudnánk tenni, mert ez nem vezet előre. Zsidózás, cigányozás, az elfogadó baloldal. Apropó baloldal és antiszemitizmus. Remélem, emlékszik még mindenki arra, hogy Demeter Szilárdot a teljes magyar és nemzetközi balliberális sajtó idézőjelesen ki akarta végezni egy publicisztika miatt. Na most az akkor habzószájú Lipsik csendben lapítanak. Vajnai Gordon nyílt levelet írt Orbán Viktornak, hogy mondassa le Demeter Szilárdot. Természetesen a volt miniszterelnök most nem jelentkezett semmilyen bejegyzéssel. Üdvözlöm, én Bohár Dániel vagyok, és elvileg Vajnai Gordon telefonját hívtam. Igen, üdvözlöm, Áthalrám irányítva a telefonja, személytitkára vagyok, vagy üzenetet tudok átvenni, nem működik most a magyar száma, még egy hétig biztos, hogy nem. Ja, nincs Magyarországom. Még nincs. Hát én egy interjút szerettem volna vele készíteni, és amiatt kerestem, és nem is lehet elérni se, hogy akár telefonon sem? Én el tudom érni, vagy mondom, az e-mail működik még. Aha, de hogy én telefonon nem tudom. Elérni. Nem, mert hogy átcsörök hozzám, tehát technikai problémánk van a telefonnal, és rá van irányítva. Vajnai Gordonnak írtam e-mailt, de arra sem reagált. A Mazsihisz kiadott egy közleményt, amelyben ugyan vállalhatatlannak és elfogadhatatlannak tartják az elhangzottakat, de a korábban megszokott hatalmas megrökönyödéssel, illetve tiltakozás hullámmal nem találkoztunk. Megmondom őszintén, lezártuk mi ezt, kiadtunk egy nyilatkozatot, nem tudom, látta-e, biztos látta, Mazsihisz honlapon, és innentől kezdve ezt a témát mi lezártnak tekintjük, a többit oldják meg a politikusok. Most az bizonyosodik be, nem csak ennek az esetnek a kapcsán adott esetben, hanem például a szerencsi időközi választáson, ahol ugye egy nyíltan antiszemitizmussal megvádolt jelöltet támogatott a teljes baloldali paletta, hogy ők bizony annak ellenére, hogy megvádolják a kormányoldalt, a Fideszt, vagy annak egyes képviselőit az antiszemitizmussal. Időközben kiderül róluk, hogy több olyan képviselőjük van, aki esetében ez a gyanú felmerülhet, vagy aki adott esetben egy ilyen ügybe belekeveredhet. Baranyi Krisztináról eddig se gondoltam semmi jót. Az is nyilvánvaló, hogy el kellene hagyni egy normális világban a polgármesteri székét. És azt is látom, hogy a bal liberális propagandamédia vagy agyonhallgatja az ügyet, vagy mosdatja Baranyi Krisztinát, és én ezen jobban meg vagyok lepődve, mint Baranyi Krisztinán, vagy egyáltalán az ő viselkedésén. Bíró László ügyében
már sok hatás volt, hogy a baloldal simán elnézi a tetőcsúszdázást, a judapestezést, de Baranyi Krisztina rohadt személy zsidózása, amit művelt, az annyival súlyosabb, hogy Baranyi Krisztina hivatalban van, Piró László pedig nincs, hála a választóknak. És éppen ezért a megfelelő következtetést elsősorban a baloldalnak kell levonnia, és azoknak a zsidó közösségeknek, akik most cinkos módon nem, vagy nem elég erővel szólalnak meg. Valóban a Baranyi ügy kapcsán nehéz eldönteni, hogy maga a kijelentés, vagy az ellenzéki sajtó és politikusok viselkedése augusztustalanabb. A független objektívnek hazudott balliberális médiumok annyira védik Baranyi kijelentését, hogy azt egészséges értékrenddel fel sem lehet fogni. Várom egyébként Karácsony Gergely főpolgármesternek a világ minden polgárához írott levelét Baranyi Krisztina ügyében, mert mégiscsak egy fővárosi képviselőről van szó, egy fővárosi kerületi polgármesterről, és Baranyi Krisztina Karácsony Gergely szövetségese is. Tehát ha ez Baranyi Krisztinának belefér, akkor Karácsony Gergelynek is belefér, és az összes többinek, aki azon az oldalon ül a fővárosi közgyűlésben. Korábban az antiszemita kijelentések a szélsőjobboldali politikai közösségekre voltak jellemzőek. Mára ugyanezt már a baloldalról lehet elmondani, világszinten is. Világított rá Frank Füredi, aki az Egyesült Királyságból adott interjút a riporternek. Például itt Angliában, ahol most tartozok, a munkáspárt, a Labour Party már évek óta ezzel a kérdéssel küzd, mert rájöttek arra, hogy elég sok ember, elég sok tagja, nem csak Izrael elleni, hanem zsidó elleni, és ez egy nagy problémákat csinált a munkáspártak. A baloldalt addig érdekli az antiszemitizmus, ameddig hasznuk származik belőle. Azt vettem észre, ha beszélek magyar ilyen baloldali emberekkel, hogy ők igazából a legtöbbje nem antiszemita, de ennek ellenére, amikor azt hallják, hogy egyik társuk, egy ilyen elvtársuk, ami antiszemita dolgot mond, akkor ahelyett, hogy csinálnak valamit amiatt, vagy ezt nem szabad ilyen dolgot mondani, a cipőjükre néznek, mintha nem is hallották volna. Frank Füredi szerint is érdemes megfordítani a dolgot, hogy ellenkező esetben hogyan viselkednének a baloldali politikusok és sajtójuk. Egész világ felett van a háború, a média itt Angliában, Franciaországban, Németországban megállás nélkül erről írtak volna cikkeket, hogy a magyar kormány mennyi antiszemita. De persze, mivel ez egy baloldali nő mondta ezt, egy büdös cikk nincsen Angliában. Egy szót nem lehet hallani erről Franciaországban vagy Hollandiában, mert a médiát nem érdekli, hogyha ők csinálják ezeket a dolgokat. Cigi csempész MSZP-s és antiszemita összellenzéki. Legény Zsolt lemondott minden pártiségéről, Baranyi Krisztina pedig még bocsánatot sem kért, pedig az a minimum lenne. A lemondást pedig a jó érzés diktálná. De hogyan beszélhetünk jó érzésről egy olyan politikai közösségben, ahol szélső balosok tudnak egy nyíltan náci jelöltet támogatni? Ahol a főpolgármester szerint zsidókat listázni nem antiszemitizmus, ahol semmilyen bűnt nem követ felelősség. Miféle politikai értékrend ez?